de jó beleszeretni egy hangba, mi a szívet el sose hagyja, jöhet akármi örökké tart. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármit érzel, ez így volt jó. Vendégünk Zsédeny Adrián. Hello, Zséda! Sziasztok! Mielőtt rátérünk erre a nagyszobású koncertsóra, engedd meg, hogy gratuláljunk, hiszen imént láthattuk a Kükény Attilával, Kükény Attilával közös dalodat, és ez bizony platina lemez lett. Igen. Gondolom azért, meg hát tudjuk is, hogy nagyon-nagyon sok díjat, elismerést kaptál az elmúlt 10-20 évben, de még mindig azért megdobban a szíved, ugye, amikor egy ilyen elismerés jön. Nagyon-nagyon jól esik. Ez egy olyan díj, amit nagyon sok digitális letöltés, meghallgatás, meg nagyon sok kattintás után adnak oda. És hát nincs annyira sok díj, amit előadók ebben a műfajban kapnak, úgyhogy igen, minden díjnak nagyon-nagyon örülünk. Főleg, hogyha a közönségtől van. És akár ez az elismerés is okot adhat majd arra, hogy július 1-én ünnepeljetek a Margit-szigeten. Úgy fogalmaztatok, hogy ez nem csak egy koncert, hanem koncert show lesz. Mi a különbség a megfogalmazásban? Koncert show lesz, mert nagyon látványos lesz, és egy bizonyos tematika alapján építettük fel a látványt, ami a címhez nagyon kötődik, a Díva címhez, és igazából minden betűre jön egy szó, amiből a nő felépül, és erre négy részre épül a koncert, úgyhogy de zenélni fogunk, nagyot fogunk zenélni, és nagy tánc lesz, és ez a látvány, ez így végig fog. De mi ez a négy szó? Ezen gondolkodtam, mi a négy szó? Már összeradtuk a fejünkben. Nekünk van, igen, nekünk van egy, van olyan négy szó, amiből ez az egész összeáll, de lehet, hogy nektek teljesen más. Hát a D a drive, az I az inspiráció, a V a végzet. Wow. Végzet asszonya. Az A-t is eláruljam? Igen. Igen. Az A pedig az alkotóerő. Úgyhogy mindez, ami én azt hiszem, hogy jellemez engem is, meg hát az olyan erős nőket, akik akár színpadon állnak, akár az életben helyt állnak. Úgyhogy erről fog szólni. Azt már talán te is említetted, vagy mi olvastuk, hogy nyári köntösbe öltöztetitek a dalokat. Ez hangszerelésben mit jelent majd? Frissítünk a hangszereléseken, és hát az elmúlt évek megmutatták, hogy mi az a hangzás, ami nagyon jól áll ennek a produkciónak, úgyhogy ezt most már nagyon kifejlesztettük, és most itt nagyon összeállt egy olyan hangszerelése a daloknak, ami ezt az igazi nyári szabadságérzetet adó, a nyár minden ízével és illatával és érzéseivel, akár párosan, akár egyedül, én azt hiszem, hogy ezt az érzést fogják adni. Úgyhogy lehet romantikázni, lehet bulizni ezen a koncerten majd, hát persze ott lesznek a klasszikus dalaim, a Motel, a Mint halálig mellettem, a Fekete Rúzs, meg az elmúlt években készült Életben maradni, a Hello is ott lesz, a Talamba ütő együttes is ott lesz, akikkel most már egy éve van egy közös műsorom, ami egy kicsit a klasszikusabb énemet erősíti, illetve azt tudom velük megmutatni, meg hát nagyon sok mindent mást is, mert ők tényleg igazából mindent le tudnak kísérni, csak nagyon, nagyon szeretek velük énekelni operaáriákat, vagy barokáriát, de saját dalokat is fantasztikusan lekísérnek, úgyhogy ők is ott lesznek velünk, és hát reméljük, hogy fantasztikus idő lesz, biztos. A helyszín meg maga a Margit sziget, hát ez egy varázslatos koncerthelyszín, rengeteg világsztár lépett már föl, te is többször ott már színpadra álltál, viszont ez egy önálló koncert lesz. Milyen érzések vannak veled, vagy benned a helyszínnel kapcsolatban? Először emlékszem, hogy a Hungáriával, illetve a Fenyő Miklóssal álltam ott a színpadon, az ő vendégeként, mert hogy annak idején mi a Cotton Club Singers-el vokáloztunk a Hungáriának a nagy népstadionos koncertjén, és aztán ott egy kicsit még mi dolgozgattunk együtt, és hát én nagyon sokat tanultam tőlük, tehát olyan ikonok, meg olyan profik, hogy csak tanulni lehetett,
És aztán volt több produkció, amiben az elmúlt években visszamentem. A tavalyi az illetve tavaly előtti az a Csók király, ugye ez a Feke Palinak ő általa produszált produkció volt, illetve tavaly a Cotton Club Singers-el az Abba Jazz-t ott mutattuk be, és az idén visszamegyünk a Singers-el is, mert hogy július 27-én a Sinatrát is visszük a szigetre. Hát akkor úgy tűnik, hogy ez a nyarat abszolút a Margit-sziget körül fog forogni. Igen, július végéig. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és jó koncertet kívánunk neked. Köszi, sziasztok!